Na, hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Hello Neighbor-rel fogunk játszani. Egy kedves kérés volt ez, hogy játsszak újra ez a játékkal. Már elég régen volt ezen a csatornán. Akkor is csak egy-két ilyen easter egg kijátszást mutattam meg. Most viszont ki fogom játszani a játékot, nem egyben. Először is azt terveztem, hogy az Act 1-et viszem ki, és mutatok egy-két, hát ilyen érdekességet, ami így lehet, hogy már tudtok, de akkor legyen ezen a csatornán is, mert miért ne? Ne fagyják ki nekem, mert kurva mérges leszek. Szóval igen, az Act 1 az úgy indul, hogy vagyunk ezzel a kisgyerekkel, akit azt hiszem Nikinek hívnak. Nem tudom a teljes nevét, bocsánat, ezt most majd lehet, hogy utólag beírom ide, mi a teljes neve, de Niki. És az a lényeg, hogy ezzel a kis fiúval úgymond, hát labdázunk. És akkor ugye futunk a labda után, amikor egyszer csak megérkezünk egy házhoz, ahova éppenséggel megállt a labda. Itt nagyban labdázunk. Amit meghallunk egy törés hangot a szomszéd házból. És hát megnézzük, hogy mi folyik ott, nagy dulakodások vannak, és meglátunk egy ilyen, hát egy ilyen 50-es éveiben lévő emberkét, aki valami úton, módon valamit üldöz, vagy el akar kapni. Mi megpróbálunk oda lopózni, megnézni, hogy mi történik. Valakit bezárt a pincéjébe. Ugye már tudjuk, hogy ez egy pince. Vagy hát alaksor, bármi. És ugye rátett egy lakatot, amit majd meg kell keresni. És észrevett minket. Ugye ilyenkor nem lehet mozogni. Igazából ez a cutscene itt csak arra utal, hogy mintha minket is bezárna, de közben nem. Minket csak úgymond leütött, hát most csúnyán fogalmazva leütött, és hát úgymond visszadobott a házunkhoz. És nekünk az a feladatunk, hogy bejussunk mindenáron az alaksorba. Ugye ez itt a mi házunk. Szüleim elköltözt. Jó, nem? Na, amihez szükségünk lesz, az egy kuka és egy kuka fedő. Úgy, megszoktam már más játékból a gombkombinációkat. És, ó, alszik a szomszéd, az problémás. Na, ide fölmászunk. És ide letesszük a kukát. És majd felugrunk rá, nagyon óvatosan, mert ennek a játéknak az ugrási mechanikája nem éppen... hát nem éppen a legjobb, fogalmazunk így. És átugrunk nemes egyszerűséggel ide. Majd ide szépen átugrunk. Erre az ereszre. És betörjük az ablakot. És ugye, hát feljössz ide az emeletre, és akkor ugye itt le lehet jönni, meg minden. Ugye ezt a kapcsolót, hogyha bekapcsolnád, akkor ugye kinyitódna ez a fal. Amit most nem fogok megtenni, mert akkor a szomszéd ide egyből feljönne. És ugye nem nyílik az ajtó. Aztán így nézed a festményeket, hogy mindegyik tök ilyen sablonszerű. Kivétel ez itt. Boom. Igen. Hát mit tegyük, ezt tegyük ide. Hát igen, a játéknak vannak problémái, de hát nézzétek el, 2017-es a játék, tehát így nem értem, hogy mit várnak tőle egyes emberek, hogy... Nem tudom, ezen át tudna jönni. Bármi esetben, hogyha ez ki lenne nyitva, most nem lesz. Na. Ide beugrunk. És ugye itt van egy kapcsoló. Ez a kapcsoló, ez arra jönne jó, ahogyan látjátok, hogy itt a kábel itt jön. Hogy ezt be lehessen kapcsolni. Ami majd egy későbbi kijátszási módhoz van. Azt is majd be fogom mutatni. Csak egyelőre nagyon alapul, hogy mit kéne csinálni esetleg az Act 1-ben, aki tényleg csak nagyon egyszerűen ki akarja játszani. Szóval ide bejössz, és akkor itt van ez a kocsi kulcs. Ezt kiveszed. És meg itt van ugye még egy kulcs, de ami értelemszerűen ehhez az ajtóhoz van. Nagyon fontos, mindenféle kulcs, amit itt találtok, az olyan színű, az olyan lakathoz kell. Tehát ez nagyon fontos. És ugye megvan ez a kulcs. Ez, jó, mondjuk talán ez az egy kulcs, ami kivétel. Ugyanis ez a kulcs kell az autóhoz. És most nem tudom, hogy hol a szellem, de... Szellem? Mi van? Szóval nem tudom, hogy hol van a szomszéd, de... Ó, ott van. Na szóval itt van a... Itt van egy mágnes a... az autóban. Ezt a kulcsot meg mondjuk ide leteszem. Nem? Jó, ott van.
Jó, oké, észre... Jól. A szomszédnak vannak ilyen furcsaságai, de hát most ezzel együtt kell élni. Nem tudom, hogy miért szellemet akarok mondani. Túl sok volt a fazmofóbia, ezért elnézést kérek. Ne! Ne! Jó. Azt hittem már erre jön, mert leütöttem volna. Ó! Oké. Tökéletes időzítés. Ez közel volt. Hát ugye be kell menni oda ebbe a kis fészerszerűségbe, ahogy mutattam az előbb. És ugye itt van ez a csavarkulcs, ez a csavarkulcs, kinyitod ezt a létrás részt. És ugye ide feljössz, majd ide beugrasz, ezt a széket innen elveszed, akár az ablakon is ki tudnál ugrani, de most ezt nem fogjuk használni. Ezt ide nyugodtan letelted, a mágnesre már nincs tovább szükség. És itt van a piros kulcs, amire szükségünk van. Gyakorlatilag az akt 1 az ennyiből áll. Csak hát ugye erre is pokoli nehéz rájönni, mert egyszerűen a játék semmilyen segítséget nem ad, hogy mit kéne csinálni, meg ilyesmi. Mindenre neked kell rájönned, és ez egyszerűen kicsit idegesítő, főleg amikor már mit te mondjuk az akt 3-nál tartasz, meg ilyesmi. Most megvárom még a szomszéd elmegy valamerre. Ugye ez a rész, amikor így nem tudom, így triggereződik az egész, az azt jelzi, hogy így a szomszéd közel van. Akárhányszor ebben a videóban most a szellemet fogom használni a szomszéd helyett, ne lepődjetek meg, túl sokat fazmofóbiázok mostanában. Na. A kurva! De beszartam. Nem láttam, hogy hol volt. Na mindegy. Na jó, menj vissza a helyedre. Menjél vissza. De persze, hogy arra kell menned, vagy... Na és innentől jön a... Hát mondjuk... Hogyha nagyon merész vagy, akkor mondjuk megcsináltad azt, hogy... Van ez a szuper dobás. És akkor fogod, becseszed az ablakát. És akkor... Megvárod, még idejön a szomszéd. Leütöd. És akkor gyorsabb bemész és kinyitod az ajtót. Tehát, hogy ezt is meg tudod csinálni. Szóval lejutottunk a pincébe nagy nehezen. Innen ezt a 3 dobozt elvisszük. Ezt a részt amúgy nagyon érdemes speedrunban csinálni, ugyanis a szomszéd kb. Egy perc után úgymond megjelenik ebben a pincében, mivel ugye utána jön. Aztán itt igazából csak végigjössz ezeket a folyosókon, amíg eljutsz ideig, ezt a kaput kinyitod, ezt a széket leveszed, ide ezt benyitsz, és akkor ugye itt van ez a téglafal, ezen akár fejjel is kiülteted, aztán ezen átugrasz, és már itt is a szomszéd. Ahogy rohadjon meg. Na mindegy, ugye ez volt az a hang. Mondjuk lehet, nem a széket kellett volna a legtetejére tenni, de most ez mindegy. És akkor próbálsz így a dobozból meg a székekből egy toron csinálni, hogy ide át tudjál ugrani a kerítésen. Aztán utána vissza szét végig ugrálsz ezeken a helyeken. Ezen átjössz. És ezt kinyitod. És bejössz ezen az ajtón. Ugyanintől jön egy újabb cutscene, hogy a szomszéd ugye utána jön, és el kell futni. Csak kövesd ezt az ösvényt, semmi más fele nem mehetsz. Csak kövesd ezt az egész részt. És ugye elérkezel ez az ajtóhoz, ahol ugye itt van ez a sok lakat. Majd a szomszéd 100 milliószor lejátsza az elkapás hangot, és megérkeztél az akt 2-be. És egyelőre itt fogjuk ezt befejezni. Hogyha szeretnétek folytatást az Act 2-ről, akkor azt írjátok meg kommentben. Viszont én most meg szeretném nektek mutatni, hogy tehát milyen lehetőségeid vannak még az Act 1-ben, amit úgy esetleg, nem tudom, érdekes, vagy bármi. Például ez egy csilingelő hang, ez nem nagyon tudom, hogy micsoda. Ugye itt vannak ezek a poszterek, hogy ugye hiányoznak. Ez is nyilván van a Hello Neighbornek a története. Arról is tudnék egy picit mesélni, de szerintem lehet, hogy ezt egy másik videóba kéne, vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele. Na igen, szóval ide jöttök ez a kék házhoz, és itt a ház mögött van egy ilyen Unreal Engine missing script. Hát ez igazából, ez annyit takar, hogy ez most szerintem vagy easter egg, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy ez ennyit tud, figyelj, mutatom.
Tehát röviden azt tudja, hogy bemész ebbe az RNG Missing Scriptbe, és van a mappon egy ilyen rész, nem tudom, lehet a föld alatt, vagy nagyon fent az égen, hogy bedob egy ilyen fehér falhoz, ahol vannak ilyen számkombinációk. Elvileg ez régebben, mikor még úgymond, ez most vagy ilyen történet kiegészítőre volt ezek a kódok, vagy nem tudom, a HelloNeighborGame.com-ra esetleg ezeket be lehetett írni, és akkor kaphattál gondolom különböző képeket, vagy ilyesmi, nem tudom pontosan. Nem tudom, hogy ezek nagyon hova voltak. Na mindegy, és ennyit tud ez az Unreal Engine Missing Script, oda bedob téged, aztán egy másik Unreal Engine Missing Scriptbe bedob téged, és az ide lehoz téged a Hello Neighbor cutscenehez. Igen, tehát hogy röviden tömören ennyit tud. Még egy dolog, amit be akartam volna mutatni, az az, hogy igazából meg tudsz halni, így már konkrétan a játék elején, és ilyenkor történik veled egy ilyen vicces dolog, megpróbálom megmutatni, tehát hogy ugye van a játéknak ez a nagyon magas szintű ugrási és gravitációs technikája, tehát hogyha nagyon jól időzítesz, akkor el tudsz esni ebben a kukában. Tehát hogy igen. Tehát tudsz ilyeneket csinálni ezzel a kukával, ami a későbbiekben amúgy meg tök jól segíthet. Tehát itt mondjuk az Act 3-ban, mikor majd van ez a nagy ház, akkor ott ugrasz a kukába, vagy gyakorlatilag bármiben ott van-e ugye a ház elején egy ilyen kis doboz, ami ugye ott az autó miatt, mert ugye csomagolunk befele. És amúgy ott is ilyenkor elrepülsz, és akkor van rá esély, hogy berepülsz a legtetejére a háznak, és akkor igazából azzal csak kikerülöd azt, hogy a szomszéd ne piszkáljon, úgymond. Szóval igen, most azt akarom, hogy ezt jól láttátok. Ezt nagyon, pontosan ugyanezt akartam. Na, itt vagyunk, és ezzel úgymond ki tudtad skippelni azt a cutscene-t, ami ugye ott az elején van, az a labdás. Na már most mondok nektek egy vicces dolgot. Azt kell csinálnotok, hogy megfogjátok ezt a kukát, megkeresitek a szomszédot, és gyorsan ide futtok, ide. És ez történik. Ami azt jelenti, mindjárt meglátjátok, hogy mi történik. Ott vagy. Itt vagy. Tehát tulajdonképpen csináltál a Matrixba egy hibát. Tehát, hogy mivel kihagytad ezt a cutscene-t, és úgymond hivatalosan menne a cutscene, mert ilyenkor eltüntett téged a játék, vagy hát igazából láthatatlanná tesz. Viszont, hogyha a szomszéd üldöz téged és elkap téged, akkor igazából ide tudsz jönni, és úgymond tudsz hülyéskedni. És így, már hát így látod magadat. Ó, azt láttátok? Ilyenkor felgyorsul az egész. Tehát, hogy így olyan tök vicces amúgy, és ilyenkor ugye ide visszakerülsz értelemszerűen. De ilyenkor meg már nem megy végig ugye a kulcsos jelenet, meg minden, mert ugye az már megtörtént, mivel ugye meghaltál, és ugye ez úgy van, ez script-ileg felépítve. Igen, ennyit akartam mutatni. De ugye látszik, hogy nem ugyanazt a modellt használja a játék, mint a cutscene, azért ezt sajnálom amúgy. De ez van. Még egy érdekesség, amit be akartam amúgy mutatni, hogyha van szerencséd, akkor megvárod, míg a szomszéd ide nagyon kijön, és leütöd, tehát úgy lesztánolod, tehát úgy, hogy elessen, akkor így gyakorlatilag ameddig nem nézel a szomszédnak az irányába, nem tudom, hogy ez amúgy meg közben ki lett-e javítva, de amíg nem nézel a szomszédnak az irányába, addig gyakorlatilag soha nem fog abból a stunolós módból felkelni. Tehát most, amit hallhatjátok, eltűnt a zene, és így nem jön a szomszéd. Csak akkor jön a szomszéd, ha vissza ugyanarra a területre nézel, tehát hogy most oda nézek.
Nem lehet hallani, de majd a zene be fog indulni. Papíron. Na mindegy, akkor nem indul be a zene. Ó, de, de. Tehát, hogy igen. Vannak itt furcsaságok a játéknak, és igen, a dobozba is el tudsz esni, ha úgy van. Megpróbálom, hogy a szomszéd is, nem tudom, elrepüljön. Hát akkor nem fog elrepülni. Igen. Ja, meg igen, a szomszéd, hogyha nagyon sok ideig próbálkozol, akkor ilyen vizes vödröket... Vizes vödröket tesz ide. Az ajtóra. Felettébb ízléses. Na mindegy. Nem tudom, hogy esetleg ti tudtok még valamit, amit erről a játékról mond lehet tudni, közben ott van a labdám. Amúgy ez a labda a legjobb, tehát ugye pattam, mint az állat. Lehet, hogy amúgy meg újra lett... haver? Mit csinálsz? Haver, mit csinálsz? Mit akartál a másik szomszédtől? Hogy kérdezzem meg. Jaj. Bocsánat, véletlen volt. Megcsúszott a kezem. Mi van? Hát nyugi van bár. Hát nem csinál, nem ártott. Ó! Oh! Szia. Hello. Ó, várjál, nem tudok innen kiugrani? Jöjjön. Ja, igen, meg vannak ilyen loopolási problémák, hogy... Majd mindjárt. Tehát, hogy a szomszéd nem tud átugrani itt a fenszen elvileg. A kerítésem. Igen. És valamiért csak azután a pont után, hogy oda jut, tud visszafordulni. És ugye ez tök fura. Szia! Ez amúgy tök vicces. Ja, és igen, hát amint kikerülsz abban a részbe, akkor ugye persze visszafordul. Csak így tök vicces amúgy. Igen, így is meg tudjátok oldani, hogy ide bejussatok, de ez nagyon nagy szerencse kell. És... Így mint kivitted a játékot. Megint. És úgy, hogy közben nem jöttél ide föl. Na, most, hogy megvan a piros kulcs, most szeretnék nektek mutatni egy... végigjátszást, ami ugyanúgy sikerülhet. Tehát felkapcsolod ezt a kapcsolót, ugye, amit eddig említettem, ugye... Bekapcsolhatod így most már ezt. Ugye? Van itt ez a kapcsoló. Ez a kapcsoló, ezt azt... Ember? Ugye ez a kapcsoló, ez azt tudja, hogy ott van az. Ezt most jól meg azt mondtam, de ott van az. És... hogyha ezt te lenyomod, akkor hallhattad ezt a hangot. Jaj. Hallhattad ezt a hangot. És ugye az most ott van. Próbálok kicsit gyorsan mozogni, mert a szomszédi leporszívóz engem. Na mindegy, és akkor ezt visszakapcsoljuk. Szükségünk lesz egy... erre, pont erre. Pont erre van szükségünk. Ezt úgymond ide leteszitek. Ha minden jól megy. Na várjál, bocs. Még egyszer, tehát hogy ide leteszed. Lehet, hogy kicsit beljebb. Na mindegy. És megfújjátok ezt, és ti azonnal úgymond kirohantok. Ugyanis ez a kapcsoló, ez, ha minden igaz, ezt úgymond fel kell löknie majd. Ha minden jól megy. Persze. Hát nem. Ezért nem ajánlom azt, hogy úgymond ezt így próbálkozzatok ezzel, mert... Nem mindig jön össze. Tehát, hogyha ti láttok gameplayt, hogy valakinek elsőnek összejön, meg ilyesmi... Nyugi van már, ember!
Jézusom! Rámugrik, én be fogok szarni, már most mondom nektek előre. Jó van. Na igen, szóval ugye... Ja, hát gondolom rossz helyre fújta le. Na mindig. Akkor nekifutunk még egyszer. Tehát... Elkezdi fújni. És már mentek is. És látjátok? Felhúzta. És, az a, és ugye így is ide bejöttek, és akkor itt lenne a piros kulcs, és akkor már tudtok is menni. Ez is egy ilyen alternatív kijátszási mód. Hova tettem a piros? Itt van a piros kulcs. És akkor megfogod a piros kulcsot. Te meg mit keresel ott kint? Szóval ki jössz? Le fog porszívózni, mert a szomszéd az teljes mértékben egy intellektuális ember, tehát hogy nincs olyan porszívó a földön, ami ilyet csinálna. És most jön a cutscene. Ugye ez az autós cutscene, amiben kicsit betekintéstől nyerhetünk a szomszédnak a úgymond a háttér történetébe. Egészség. Az a lényeg, hogy a feleségével egy jó kis autós túrára gondolom menni akartak, vagy nem tudom. Vrum vrum. És... ez történt. Karambolozott egy pizzás kocsival, ugye amit azt a későbbi Hello Neighbor 2-ben sokkal nagyobb részletben megkaphattok. Ott egy cipő. Ugye... igen. Ugye ez a cutscene ugye majd folytatódni fog az Act 2-ben, hogyha minél többször elkaphatod magadot, ugye különbb betekintést nyerhetsz még több, hogy kiegészítődjön a sztori, hogy úgymond a szomszéd miért van ilyen. Ugye ez is egy történet, és hogyha szeretnétek, akkor elmesélem. De most egyelőre a kijátszásra gondoltam, hogy azt így játsszuk ki. Én jobban ajánlom amúgy azt, hogy a széket rakjátok legtetelére, mert nagy valószínűséget történhet olyan, hogy... hát pontosan ez, amit most történt. Tehát, hogy nem lesz elég magas így. A székről sokkal könnyebb... felugrani. De hogyha vagytok olyan ügyesek, akkor nyomtok egy space-t, és akkor a control megnyugvásával ugye akkor... egyszerre ugratok is, meg googoltok is, amivel úgymond felhúzzátok a lábatokat. És akkor úgy be tudtok ide jönni. És ugye ezt ugyanúgy végigjátszottuk. Annyi érdekességet tudok még mutatni, az nagy speedrunosok szokták csinálni, hogy ugye az alapján a script alapján fog tovább menni az akt, hogyha ide jössz az autó, és hogyha szembe futsz a szomszéddal. És innentől folytatódik az akt 2, ami majd egy következő videó lesz. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Eddig azért nem régebben is próbálkoztam amúgy Hello Neighbor videókkal, csak akkor annyira rá hyperfixáltam erre a játékra, hogy egyszerűen nem bírtam belőle normális videót csinálni, mert annyira izgatott voltam, mikor játszottam vele, hogy egyszerűen képtelen voltam normális videót csinálni, mert így úgymond mindent csináltam egyszer, és egyszerűen annyira átláthatatlan volt ez a videó, amit csináltam, mert mindig tök jól játszottam vele, meg minden élveztem, meg minden. Azóta már más játék tartozik nekem abba a sorba. Szóval úgymond, most így tudok normálisabb videókat készíteni róla. Ha van kedvetek, akkor alfákról is csinálok majd videót, ezt kommentben nyugodtan leírhatjátok. Ennyi, nincs több, mint amit mondanom. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett, és találkozunk egy következő videóban, egy következő napon. Na, szevasztok! I got my heart below, and I began to make it to the cheese, making it with the corner of the track where we fucking stay. Down to the top, never ever.